Nincs megtorpanás. A KSH adatai szerint 46,4%-kal több lakás épült az év első felében, mint egy évvel korábban. A nyári főszezon tovább javíthatja az építőipar teljesítményét. Elsőfokú figyelmeztetés, sok napsütéssel és kánikulával kezdődik az augusztus. A hét második felében néhol akár 40 Celsius fok is lehet. Trianontól 45-ig rendhagyó tárlatot tekinthettek meg az érdeklődők a kállóseményi Kállai kúriában, Kállai Miklós egykori miniszterelnök szemszögéből. Nincs megtorpanás, folyamatosan növekszik az építési kedv itthon. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A KSH adatai szerint 46,4%-kal több lakás épült az év első felében, mint egy évvel korábban. A nyári főszezon tovább javíthatja az építőipar teljesítményét, a lakóingatlanok esetében pedig emelheti az árakat. A nyári időszakban is pörög az ingatlan eladás, az elmúlt hónapokban sem hagyott alába lakásvásárlási kedv. Folyamatos az érdeklődés ebben a nyíregyházi ingatlan értékesítő irodában is. A használt lakások mellett most már az új építésű társasházi lakásokat és az új családi házakat is keresik. Eléggé megindult az új építésű ingatlanok piaca itt Nyíregyházán is. Javarészt a családi házak az, amelyek hozzánk bekerültek, a társasházi lakásokat még az építtető cégek úgy gondolják, hogy eladják önállóan, a családi házak azok egy kicsit keményebb dió, ebben kérik a segítségünket. A családi házakat 340-400 ezer forint közötti négyzetméteráron értékesítik a megyeszékhelyen, városi övezettől függően. A lakáseladásokat segítik a jó hitelezési feltételek is. Nagyon élénk a hitelezési piac, a bankok is szívesen adnak hitelt, természetesen alaposan megfontolva, hogy kinek adják oda. Akik hitelt szeretnének felvenni, igyekeznek minél kevesebb önerővel, minél több hitelt felvenni, mert nagyon jó a hitelezési piac. Most nagyon kedvező kamatokkal lehet hitelt és konstrukciókkal hitelt felvenni. Az új lakást vásárlóknak érdemes figyelniük a kivitelezők megbízhatóságára, a befizetett előlegek felhasználására és az újonnan épített lakások, családi házak műszaki állapotára is. A KSH legutóbbi közlése alapján 5004 új lakás épült az országban az év első felében, ami 46,4%-os növekedés az előző év hasonló időszakához képest. Az építkezések száma és a lakásárak vidéken is emelkedtek, hangzott el 35 perc című műsorunkban. Emelkedni fognak az árak, én úgy gondolom, hogy maga az építőanyag árak is, és a kész lakás árak is emelkedni fognak. Sok minden közrejátszik, ahogy említettem, alapanyaggyártók is kénytelenek emelni a kivitelezési díjakban, ugye a szakember hiány és a növekvő bérek is generálnak egy lakásáremelést, illetve még mindig azt gondolom, hogy felfutóban van a lakás piac, tehát még több lakás fog épülni, és ott is áremelkedésekre lehet számítani. Nem fog megállni a ingatlan áremelkedése. Az építőipari anyagok 10-15%-kal kerülnek többe, mint egy éve. Az építőipari teljesítményt a jövőben az uniós beruházások tovább javíthatják. Késsel szúrta meg testvérét egy 35 éves nő a hétvégén tiszavasvári otthonukban. A megalapozott gyanú szerint I. Márta italozás közben szólalkozott össze 40 éves bátyjával. A vita hevében a nő kést ragadott és mellkason szúrta a férfit, aki életveszélyes sérülést szenvedett. A rendőrök a nőt a helyszínen elfogták és előállították a tiszavasvári rendőrkapitányságra. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályának munkatársai emberölés kísérletének megalapozott gyanúja miatt a nőt gyanúsítottként kihallgatták és bűnügyi őrizetbe vették. Súlyos baleset történt a 38-as számú főúton a hétvégén Tisza-Nagyfalu külterületén. Egy személygépkocsi vezetője, látva, hogy vele szemben előznek, úgy vélte már nem tudja az ütközést elkerülni, letért az úttestről, majd fának csapódott. A sofőrt tűzoltók vágták ki az autóból, ő és utasa is súlyosan megsérült. Őket a mentők kórházba szállították. Sok napsütéssel és kánikulával kezdődik az augusztus, a hét második felében néhol akár 40 Celsius fok is lehet.
A tartós hőség várhatóan egész héten kitart, ezért a szakemberek azt ajánlják, hogy 11 és 15 óra között ne legyünk napon, keressünk árnyékot és folyamatosan ügyeljünk a víz- és sópótlásra. Hétfőn többfelé 25 fok körül, délen 27 fok körül alakult a napi középhőmérséklet. Ezért a tartós hőség veszélye miatt Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyére másodfokú, Budapestre és 13 megyére, köztük Szabolcs-Szatmár-Beregre elsőfokú figyelmeztetés volt érvényben. A meteorológiai szolgálat közleményében külön felhívta a figyelmet arra, hogy az UVB sugárzás is extrém lehet, így az elővigyázatosság mindenképpen ajánlott. Nagyon-nagyon komolyan oda kell figyelni a hatalmas hő ártalmakra, hisz a hőség az enyhe hőártalomtól kezdve egy fokozatosság mellett akár életveszélyes hőgutáig is károsíthatja a szervezetet. A szakember azt ajánlja, a nagy melegben igyunk sok vizet, viseljünk szellős ruházatot, és lehetőség szerint minél kevesebbet tartózkodjunk a tűző napon. A hőség még egy egészséges felnőtt szervezetét is megterheli, a legfiatalabb és legidősebb korosztályra azonban a szokottnál jobban oda kell figyelni. Mind a gyermek, mind a felnőtt, és ebben a vonatkozásban a gyermek és az időskor a legveszélyesebb, nagyon oda kell figyelni a hőártalmakra, és ezt csak a nagyon komoly külső hőmérséklet esetén az, hogy elkerüljük, hogy kimenjünk a szabadba. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a folyadékellátás legyen biztosítva a szervezet számára, hisz a szervezet a hőjét tudja szabályozni bizonyos határokon belül, de ez csak akkor, hogyha tud verejtékezni. A verejték pedig a folyadékbeviteltől függ, és az nem csak egy egyszerű vizet jelent, hanem ásványi anyagokat is, amit sós oldatokkal vagy gyümölcsökkel tudunk bevinni a szervezetbe. Aki észleli magán a hőguta vagy a napszúrás tüneteit, annak minél előbb hűvös helyre kell mennie, és kortyonként kell pótolnia az elveszett vizet, súlyosabb tünetek esetén pedig ajánlott orvoshoz fordulni. Nagyon fontos, hogy a csecsemőkkel és a kisgyerekekkel lehetőség szerint kerülni kell a nagyon meleg helyeket, mint például az autókat, amelyek a tűző napon gyorsan felmelegedhetnek. A Trianontól 45-ig Kállai Miklós szemszögéből címmel rendhagyó tárlatot tekinthettek meg az érdeklődők a kállósemjéni Kállai kúriában vasárnap. A kiállításon korabeli tárgyakkal, filmvetítésekkel és előadásokkal emlékeztek az egykori miniszterelnökre. Kállai Miklós 1942 és 44 között volt Magyarország miniszterelnöke. 1944 márciusában a német megszállás mozdította el tisztségéből. Tiszteletére vasárnap rendhagyó tárlatot mutattak be az érdeklődőknek. Kállai Miklós tekintetében ebben az évben nagyon sok évfordulót élünk meg. A Kállai kormány megalakulásának 75. évfordulóját, többek között halálának 50. évfordulóját. És ebben a vonatkozásban Kállósemjén, mint a miniszterelnök végső nyughelye, földi nyughelye, mindenképpen fontosnak éreztük azt, hogy abból a korból, amiben ő tevékenyen részt vett, tehát ez egészen a 20-as és a 40-es évek közötti időszakra mindenképpen megemlékezzünk. E tekintetben köszönöm szépen a Jósa András Múzeumnak a közbenjárását is, akik segítették ennek a kiállításnak a létrehozását. A tárlaton előadásokat is tartottak, az érdeklődők megtudhatták egyebek mellett azt is, milyen szerepük volt a szabolcsi honvédeknek a II. Világháborúban. Kiemelkedő fontosságú szerepet játszottak, sajnos, hiszen a háború kitörésétől kezdve mindig volt olyan szabolcsi alakulat, aki a harctéren teljesített szolgálatot, hiszen 1941. júniusában a háború kitörése után már annyiregyházi huszárezredet vitték ki Ukrajnába, akik 41 nyarán őszén harcoltak kint, egész a Dnyeperig jutottak el, onnan kerültek haza 1941. őszén, és amikor a hazaértek, már megszálló feladattal ment ki a 12. gyalogezred, a Nyíregyházán állomásos 12. gyalogezrednek egy zászlója, majd 1942 végén a tragikus sorsú II. Magyar Hadsereg egyik már kint lévő ezredének a felváltására kikerült a frontra a 12. teljes 12. gyalogezred. A rendezvényen jelen volt az egykori miniszterelnök leszármazottja, Kállai Miklós is, aki a kállósemjéni kúria felújítását és a kiállítást is méltatta. Őszintén mondva,
Régebben nem hittem volna, hogy ilyen fog történni, és köszönjük a polgármesternek, hogy ezt sikerült megcsinálni. Édesapám szegény 11 éve meghalt, de nagyon örült volna, azt hiszem, egy ilyen boldogság nála az csoda lett volna, és örülök neki, hogy ezt meg tudták szervezni, és ezzel előre vinni az időbe ezt a hagyományt. Az előadásokkal kiegészített rendhagyó történelmi tárlatot csak egyszer láthatták az érdeklődők, de a Kállai Kúria állandó kiállítása, amely a család életét mutatja be, hétfő és kedd kivételével minden nap látogatható. Saját forrásból újította meg a strandfürdőt a Hajdúdorogi önkormányzat. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Bár a 90. perc végén még 2 góllal vezetett a Kisvárda, végül döntetlennel zárult a hazaiak Moson-Magyaróvár elleni mérkőzése. Az NB2 nyitó fordulójában Kondás Elemér együttese 1-1-es félidő után 3-3-ra végzett a vendégekkel. Elkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Blue Sharks. A bajnokság szeptember közepén rajtol, addig a konditeremben és parketten izzadnak majd a játékosok. Saját rendezésű tornája nem lesz a klubnak, egy miskolci tornán és több edzőmérkőzésen készülnek majd fel a szezonra a kék cápák. $43,5 millió forint saját forrásból újult meg a Hajdúdorogi strandfürdő. Ebből az összegből csempésztek, új gépészeti elemeket vásároltak, valamint felújították a vízforgató és töltőrendszereket a gyógyvizes medencében. A beruházásra már évek óta nagy volt az igény. Több mint 2 millió darab apró csempét ragasztottak fel a szakemberek a gyógymedencében. Korábban retro hangulatú, messzelt falak között ülhettek a vendégek. Erre a korszerűsítésre már nagy volt az igény, azonban a forrást most tudta biztosítani a Hajdúdorogi önkormányzat. Összesen 43,5 millió forint önerőből valósult meg a beruházás, amelynek része volt az új gépészeti elemek beszerzése, valamint a vízforgató és a töltőrendszerek felújítása is a gyógymedencében. Hajdúdorog a 10. legnagyobb település Hajdú-Bihar megyében, a szállás éjszakák számát tekintve azonban ettől jobb helyen áll. A 8.-9. helyen Hajdúdorog is ott szerepelt a listában, és meg is kérdeztem a kollégáktól, hogy mitől, hát nincs is igazából szállodánk, motelünk, mitől van ez. Viszont a strandfürdőn található egy ifjúsági szálláshely, ami egész szezonban szinte 100%-ban ki van használva, meg szezonon túl is, és ez pontosan annyit jelentett, persze értelemszerűen az első 3-at Szobosztót, Debrecen nem kell hozzánk mérni, mert fényévnyi távolságra van ebben a mutatóban. Csige Tamás azonban hozzátette, érzékelhető a turisták számának növekedése. Szlovákiából, Lengyelországból egyaránt többen érkeznek Hajdúdorogra, de magas a hazai pihenni vágyó nagycsaládosok aránya is. Bár a 90. perc végén még 2 góllal vezetett a Kisvárda, végül döntetlennel zárult a hazaiak Moson-Magyaróvár elleni mérkőzése. Az NB2 nyitó fordulójában Kondás Elemér együttese 1-1-es félidő után 3-3-ra végzett a vendégekkel. A Kisvárda a következő fordulóban Győrben lép pályára. 6 új játékossal a soraiban kezdte a meccset a Kisvárda, amely a 9. percben megszerezte a vezetést, Oltean átadása után Misics 28 méterről ballal üt kapura, és a labda a bal kapufáról vágódott a hálóba. A gól után a Kisvárda uralta a játékot, de a 31. percben egyenlítettek a vendégek. Igaz, ehhez hazai segítség is kellett, Ízing adott haza, és a labda Molnár kapust meglepve a hálóban kötött ki. A második félidő elején ismét megszerezte a vezetést a Várda, Misics baloldali szabadrúgása után Papucsek fejelt a Moson-Magyaróvári kapuba. 9 perc múlva megduplázta előnyét a házigazda, egy baloldali támadás után Hely Viktor elé került a labda, aki egy igazítás követően a 16-os vonaláról a lécalábon bázott. A folytatásban magabiztosan őrizte előnyét Kondás Elemér együttese, a 90. perc végén is 3-1 volt az állás. A hosszabbításban viszont egy védelmi hibát kihasználva Bartos került helyzetbe és lőtt a kapu jobb oldalába, egy góra faragva a hátrányt. És ezzel még nem volt vége, egy perccel később jobb oldali szabadrugáshoz jutott az Óvár, a beadást pedig a berobbanó Zsirai fejelte a kapuba, megfosztva ezzel 2 ponttól a Kisvárdát. Vezettünk simán, és akkor már felfedeztem a játékba egy-két olyan elemet, ami nem oda tartozik.
ugye kapusunk is megcsinálta a cselt, akkor már kicsit könnyebbűbbek voltunk, viszont uraltuk a játékot, helyzeteket alakítottunk ki, még a ellenfél kapusának bravúra kellett hárítani. Aztán pedig, ugye, amit mondtam is az előbb a sajtótájékoztatón, hogy nem adtuk a vérünket a védekezésért. Tehát amikor nem, nincs nálunk a labda, akkor vissza kell szerezni, és nem úgy mentünk bele a labdaszerzésbe a második gól előtt, ahogy oda bele kellett volna menni, ahogy korábban belementünk. És akkor a miénk is volt a labda. Tehát nem úgy mentünk bele, tovább jött a labda, a középpályán is tovább jött, és aztán olyan tiszta helyzetbe bekerült a játékos is, és tudott szépíteni a játékon. És ugye van hátra egy fél perc, amikor érthetetlen módon, tehát ilyenkor el kell dugni a labdát, és belerúgjuk az ellenfélbe. És ott jöttek a sorozatos hibák, és abból ugye kiegyenlített az ellenfél, ami a futball törvényszerűség, hogy ilyenkor biztos, hogy megtalálja az ellenfelet a labda a kapu előtt. És meg is találta, és ki is tudtak egyenlíteni, úgyhogy nagyon szomorú vagyok, mert egy agyonnyert mérkőzést sikerült X-re hoznunk. A mosonmagyaróvári edző, a volt szövetségi kapitány Várhidi Péter szerint szerencse is kellett a pontszerzéshez, de tettek is azért, hogy ne vesztesen hagyják el a pályát. Soha nem szabad föladni, nem véletlenül cseréltem a 88. percben. Én bíztam abba, hogy egy támadást be tudunk fejezni, és a végjáték ilyenkor mindig olyan, hogy akkor megzavarodik egy hazai csapat is, akár még akkor is a minőségben egy erős csapatról beszélünk. Hát ezek egyszer jönnek össze egy évbe általában. Sajnálom, hogy most kirúgtuk magunkat ebbe az évre, de remélhetőleg nem kell majd az utolsó pillanatig várni, és a csapat szépen fokozatosan fog összeszokni. Rengeteg új játékosunk van, persze, hogy egy kicsit nehezebb. Én azt gondolom, hogy mi is keresgéljük még a saját magunkat azért, hogy 90 percen keresztül kiegyensúlyozottan tudjunk futballozni. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy soha rosszabb meccset, mert izgalmas volt. Helyenként azt mondom, hogy az írom is megfelelő volt, bár a kispadon mindig másképp éli meg az ember, elfogultság is beszél belőlem természetesen. A forduló további eredményei a következők: Budaörs Gyirmót 1-1, Budafok Nyíregyháza Spartakusz 0-2, Szolnok Dorog 2-2, Vác Soroksár 0-0, Cegléd Grosics Akadémia 1-2, Békés Csaba Kazincbarcika 0-1, Csákvár MTK Budapest 1-2 és Siófok Sopron 1-0. A Kisvárda a következő fordulóban Győrben lép pályára. Elkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Blue Sharks. A bajnokság szeptember közepén rajtol. Addig a konditeremben és parketten izzadnak majd a játékosok. Saját rendezésű tornája nem lesz a klubnak, egy miskolci tornán és több edzőmérkőzésen készülnek majd fel a szezonra a kék cápák. A szezon első edzését a konditeremben tartotta a Nyíregyháza Blue Sharks. A csapatból többen hiányoztak, Mokánszki Máté a tallini Európa-bajnokságon szerepel a válogatottal, Busz Iván Debrecenben edzőtáborozik az Univerziádé válogatottal, Varga Márton pedig tanulmányai miatt Miskolcon folytatja pályafutását. A többieket viszont alaposan megizzasztott a Tarnóti Zalán erőnléti edző. Én úgy gondolom, hogy elégedett lettem. Természetesen látszódnak az egyéni különbségek, de hát az élet az ilyen. Elkezdtük felmérni már a célokhoz képest az egyéni differenciákat, és elkezdtünk ezen dolgozni már az első edzésen. Úgyhogy a felmérésekkel kezdtük. Szeretnénk látni a kiinduló pontot. Minden ember más. Próbáljuk minél jobban személyre szabni. Bontott edzésekben próbálkozunk idén ilyen megoldásokkal is. Én úgy látom, hogy a legnagyobb nehézség az a fokozatos terhelésen van. Tehát próbáljuk úgy terhelni őket, az erő, állóképesség, mobilitás, stabilitás, tehát minden tényezőt külön-külön, de összegyúrva egy egységes egészé, hisz harmonikusan kell fejleszteni a testet. A csapatkapitány Nagy Krisztián szerint, bár a nyári időszakban mindenki mozgott valamilyen szinten, az erőnléti edzések más jellegű munkát kívánnak a játékosoktól. Az első edzés az mindig ugye egy kicsit ráhangoló jellegű, de már ugye Zalán is említette, hogy elkezdtük a felkészülést, és egyből a közepébe vágtunk. Nyilván ugye a játékosok dolgoznak nyáron is, de ilyen jellegű munkát nem végeznek, inkább egy kis testkarbantartás, illetve rehabilitációs jellegű erősítést végzünk. De úgy gondolom, hogy jó lesz. A 6-7-es felkészülés alatt kell a csapatnak olyan formába lendülnie, hogy megállja a helyét a már dunántúli riválisokat is felvonultató összevont B csoportban. Ez egy kiemelt B csoport lesz, nagyon erős csapatokkal, nagyon sokat kell majd utaznunk, szinte olyan szinte, mint amikor A csoportban játszottunk. Úgy néz ki, hogy szeptember közepén fogunk kezdeni, és onnantól kezdve májusig mindenképpen menni fog a bajnokság.
A Nyíregyháza Blue Sharks idén nem rendez saját tornát, részt vesz viszont egy miskolci felkészülési tornán. Emellett edzőmeccseken készülnek fel a bajnokságra a Kékcápák. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Nincs megtorpanás, folyamatosan növekszik az építési kedv itthon. A KSH adatai szerint 46,4%-kal több lakás épült az év első felében, mint egy évvel korábban. A nyári főszezon tovább javíthatja az építőipar teljesítményét, a lakóingatlanok esetében pedig emelheti az árakat. Sok napsütéssel és kánikulával kezdődik az augusztus, a hét második felében néhol akár 40 Celsius fok is lehet. A tartós hőség várhatóan egész héten kitart, ezért a szakemberek azt ajánlják, hogy 11 és 15 óra között ne legyünk napon, keressünk árnyékot és folyamatosan ügyeljünk a víz és sópótlásra. A Trianontól 45-ig Kállai Miklós szemszögéből címmel rendhagyó tárlatot tekinthettek meg az érdeklődők a kállósemjéni Kállai kúriában vasárnap. A kiállításon korabeli tárgyakkal, filmvetítésekkel és előadásokkal emlékeztek az egykori miniszterelnökre. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 31-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb, holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos, száraz időre számíthatunk, déli áramlással alacsony nedvességtartalmú, egyre melegebb levegő áramlik térségünk fölé, fokozódik a hőség. Az éjjeli órákban gyengén felhős, illetve derült idő várható csapadék nélkül. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 19 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A délkeleti szél helyenként többnyire mérsékelt marad, helyenként megélénkül. Délutánra 35 fokig emelkedik a hőmérséklet. A magasban történő melegedés miatt melegfronti hatás van térségünkben. Extrém, erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli és kora délutáni órákban kerülni kell a napon való tartózkodást. A következő napokban is jellemzően napos időjárás várható, csak a hét második felében lehet egy-egy hűsítő zápor vagy zivatar. Fokozódik a kánikula, egyre kevésbé nyújtanak felfrissülést az éjszakák, és tovább tart a nappali hőség. A maximum hőmérséklet a hét második felében térségünkben is elérheti a 38 fokot.